Én igazából az agyamba csinálom ezt az egészet, tehát az agyamba megcsinálom, és kész. Például kisgyerekkorodban legózol, felnőtt korodban pedig építész leszel, akkor az ugyanaz. Tehát a Lego az ebben is segít. Ezt például ezt úgy szoktam hívni, hogy hatos, tehát ezeknek nevet adok. Ezt hívom így, hogy pici lapos egyes. Azt úgy szoktam hívni, hogy hármas magas, mert ilyen magas. Azt úgy szoktam hívni, hogy lábacska, mert olyan, mint egy láb. Az meg nagyon furcsa darab, mert abban többet is lehet tenni, azt pedig úgy hívom, hogy furcsa darab. Ennek nagyon-nagyon vicces neve van, azt úgy hívom, hogy WC darab. Azért, mert abból lehet csinálni Lego WC-t magadnak. Úgy hívom, hogy WC darab. Én egy ilyen dobozba tartom, nagy dobozba, van ilyen kisebb is, miben ilyen pici alkatrészek vannak, hogy a nagyban ne vesszen el, és akkor abban én így nem behányom, tehát így bedobom, mert akkor szétesik az egész. Ha például egy Lego izére rálépsz, akkor a Legónak nem lesz semmi baja, csak te szúrod meg a lábad. Sok mindent játszottam a Legóimmal, hogy például berakja a haját postaládába, és akkor a béka benne van a postaládába, és az összenyál azzal, és akkor meg visszaveszi a haját, és az a vicces is benne, hogy miért rakta be a haját a postaládába. Van lányos Lego, az a Lego Friends, van a Lego City, az lányos is, meg fiús is, az határeset. Az nagyon rossz eset, hogyha a szülő dönti el, hogy a kisgyereke milyen legót kap. Lányosot vagy fiúsat? Vagy hogy egyáltalán kap-e legót? Nagyon szeretem a Lego katalógusokat, abban benne vannak a játékok, és az már úristen, hát milyeneket olvasok benne, hát úristen, milyenek vannak benne. Hát ilyen Lego emberek vannak, lézerrel, fegyverrel, csak a harc, meg van ilyen légterminátor. Általános játékaik a fiúknak a verekedés, a focizás, a fejberugás. Tehát, hogyha a Legóba belelevednek, akkor nem rúgnak többet, nem bántanak, nem mozigálják a lányok haját, hanem megtanulják, hogy a Legó, abból bármit lehet építeni. Tehát abból építhetsz is egy lány, valami picit, és azt is szétrúghatod, de élő embert, azt megtanulja, hogy nem szabad. Végre kidumáltam magam. Ez még mindig veszi.